Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Harmadik meccsén a Gyirmót ellen is győzni szeretne a Spari. Ismét megrendezték Nyíregyházán a Tekéző Kárpát kupáját. Megfiatalított kerettel készül a nyírvátori asztali tenisz csapat. Új edzővel, Márton Istvánnal várja a rajtot a tarpai futballcsapat. Új alapokra helyezve, új férfi kézilabda csapat épül Nyírvátorban. Két győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyháza Spartacus. A Budafok és a Budaörs elleni győzelem után a hétvégén idegenben a Gyirmót ellen is nyerni szeretne Lucsánszky Tamás együttese. Gyirmótra megyünk. Én elég sokat jártam edzőként Gyirmóton, még eddig nem sikerült nyerni, de remélem, hogy minden sorozat megszakad egyszer. Tehát ezért mindenféleképpen kivételes, azért kivételes, mert a következő mérkőzés jön, és valóban így van, hogy az eddigi felvételek és mérkőzések alapján az egyik legstílusosabb csapathoz megyünk. Hogyan lehet készülni a meccsre? Azért úgy tűnik, hogy a csapat azért egyben van, itt a játékosok nyilatkozatai is ezt erősítették meg. Miben kell ráerősíteni, mivel lehet készülni még erre a meccsre? Hát a két győzelem után valóban jó hangulat az öltözőben, és mindenki fokozottan figyel, gondolom, erre a mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy a gyenge pontokra fölhívjuk a figyelmet Bene Ferenc segítségével, aki feltérképezi nekünk az ellenfeleket, és egy nagyszerű videóanyaggal kiegészített előadás keretében bemutatja. Remélem, hogy úgy tudunk felkészülni, hogy sikeresek lehetünk. Mi lehet az a pont, ami a Nyíregyháza számára kedvező lehet, ami a Nyíregyháza javára billentheti a mérleget? Hát a csapat egységünket mindenféleképpen kiemelni, ma nélkül nem lehet sikert elérni, ez nagyon fontos, és mondom még egyszer, hogy azok a sarokpontok, amik a mérkőzésen várhatók előzetesen, azok beigazolódjanak, és ugye erre olyan válaszunk legyen, amivel eredményesek tudunk legyen, mind védekezésben, mind támadásban. Új igazolásokra is egy kicsit kitérhetünk, hiszen két meccs eltelt, és azért itt elhangzott, hogy Levi is bizonyított már, de akár Csillus Tamást is kiemelhetném, aki góllal járult hozzá, például az elmúlt győzelemhez is. Én igen korábban dolgoztam, vagy egy igazán megalkovást nem tűrő játékosról van szó, szóval én örülök mindenféleképpen annak, hogy jól sikerült a bemutatkozásuk, de azt kell, hogy mondjam, a csapat minden egyes tagjával, az is, aki most nincs reflektorfénybe, hiszen nem kerül a kezdő 11-be, vagy a kezdő 18-ba, így mondom, hogy tehát a keretbe, azok mindenféleképpen dicséretet érdemel mindenki, tehát mindenkinek jó a hozzáállás, és bízok benne, hogy mindenki meg is fogja ezt tudni mutatni. Két győzelemmel hangulódtok a következő mérkőzés, ami nem érkezik könnyűnek, hiszen az Alegerszeget 5-0-ra legyőző Gyirmót, és az elmúlt szezonban az NB1-ben játszó Gyirmót lesz az ellenfeletek. Hogyan látod, milyen nehéz, könnyebb mérkőzés lesz ez a következő? Minden mérkőzés nehéz, tehát az NB2, én úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz bajnokság, mert nincsen könnyű ellenfél, tehát a csapatok nagyon agresszívak, sokkal agresszívabbak esetleg, mint NB1-ben, visszaállnak a saját félpályájukra, úgyhogy ugyanúgy készülünk, mint bármelyik meccsre. Nyilván kielemezzük majd a Gyirmótnak a játékát. Én úgy gondolom, hogy van olyan csapatunk, van olyan keretünk, akivel szerintem nem kell, hogy féljünk bárkitől is. Nyilván tisztességesen felkészülünk majd ellenük is, mint ahogy ezt eddig is tettük. Tudjuk, hogy a Gyirmót egy jó csapat, tavaly ugye NB1-ben szerepeltek, nem gondolom úgy, hogy meg kellene ijednünk tőlük. Mi nekünk a saját játékunkat kell játszanunk, vannak olyan jó futballistáink, akik ezt a feladat meg biztos, hogy benne, hogy megoldják. A mester elmondta, hogy a szervezet védekezés nagy hangsúlyt fektettek majd, viszont a 0-0-át és a döntetlen nem szeretnétek, tehát rátok támadókra is azért nagy feladat hárul majd. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésünkön eddig, akár legyen az bajnoki, akár barátságos meccsen lőttünk gólt, vagy gólokat. Úgyhogy, hogyha le tudjuk nullára hozni ugye ezt a meccset kapott gól nélkül, akkor biztos, hogy megnyerjük ezt a találkozót, mert olyan támadóink vannak, akik eredményesek tudnak lenni, és jól megértjük egymást, úgyhogy tényleg az, hogy ne kapjunk gólt, az nagyon fontos lesz ezen a meccsen, mert két erős ellenfél találkozik, ilyenkor gyakran előfordul, hogy egy-egy nullás győzelem az egy nagyon fontos 3 pontot jelenthet. Ismét megrendezték Nyíregyházán a Tekéző Kárpát kupáját. A házigazda a nagysárosiak női, illetve férfi csapatával mért összetudását.
Imáron 16. alkalommal került megrendezésre ez a Nemzetközi Kárpát-kupa. A korábbi hagyományokkal ellentétben, ahol a romániai vendégeink, illetve a szerbiai vendégeink is voltak a szlovákiai Nagysáros mellett, most egy picit ezzel szakítottunk, ugyanis már régi vágya volt a klubvezető Cseszlai Sándor úrunknak, hogy női versenyt is láthassunk a Tekecsarnokban, és ehhez sikerült a szlovákiai Velkisáris csapatának, az extraligás csapatának a női csapatát elcsábítani a Nyíregyházára, ahol a nyíregyházi női amatőr válogatottal mérkőztek meg a női versenyben, és végül is azt lehet mondani, hogy most idén ez volt a pikantériája ennek a Kárpát-kupának, míg mellette természetesen a fiúk is megmérettették magukat, és azt lehet mondani, hogy egy elég erős mezőn jött össze, ahol sajnos lemaradtunk az első helyről néhány fával, az utolsó párban dőlt el az, hogy nem mi fogjuk megnyerni, amúgy meg végig vezettünk. Egyéniben azonban a Magyarorsi Péter 583 fája mindenképpen egy kellemes eredménynek bizonyul már így a felkészülés legelejéhez viszonyítva, míg mellette a Kastura Zsolt 570 fája, ami a harmadik helyhez volt elegendő, ez mindenképpen biztató a jövőre nézve, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a felkészülés legelején már egyes játékosok egész jó eredményeket tudtak produkálni, úgyhogy mindenképpen úgy érezzük, hogy időbe sikerült elkezdeni az edzéseket. Néhány játékosunknak azonban még több mint 3 hét felkészülés van hátra, ugyanis szeptember első hétvégén indul majd a bajnokság. Jelenleg a sorsolást még nem tudjuk, a héten kerül majd a szövetségbe megrendezés a sorsolás is, de addig még mindenképpen augusztus legvégén, 26-án el fogunk látogatni a hagyományos Sáris kupára a Szlovákiába. Korábbi években már 2-szer sikerült megnyernünk ezt, idén egy kicsit kisebb esélyünk lesz erre, ugyanis nem a legerősebb összeállításban tudunk majd részt venni. Gondolok itt arra, hogy a Szlovenszki Tibor még mindig a sérüléséből épülget felfele, míg a Haker Dezső és a Szegő Levente szabadságolását tölti majd, nyaralással tölti azt a hétvégét, úgyhogy így azt lehet mondani, hogy nem a legerősebb összeállításban, de mindenképpen a kiegészítő embereknek is lehetőséget tudunk majd biztosítani a megmérettetésre, és bízunk benne, hogy jó eredményekkel, jó egyéni eredményeket érünk majd az a Velkisarisból, és azt következendő héten pedig egy jó mérkőzéssel már nyitó fordulóba. Bízunk benne, hogy nem a legerősebb csapatok egyikét kapva, egy jó mérkőzéssel tudunk majd bemutatkozni az új bajnokságba. Én nagyon-nagyon örültem ennek a versenynek, ez mindig nagy színvonallal bír ez a Kárpát-kupa. Ez most is így történt, a szlovák csapat nyerte meg a versenyt, mi másodikok lettünk csapatban. Az én eredményemmel én nagyon elégedett vagyok, ugyanis ez a tikasztó meleg, ez mindenkit, én úgy érzem, hogy kivett mindenkiből minden erőt. Én nagyon örülök neki, hogy sikerült a harmadik helyezést elérnem, mert nagyon-nagyon sok Kárpát-kupán mindig egy nagyon picivel maradtam le a dobogóról. Volt, amikor dobogós voltam, de mostanában az utóbbi 5-6 Kárpát-kupán mindig egy picivel lemaradtam. Természetesen nagyon örülök neki, és annak is örülök, hogy Mogyorósi Péter, ugyanúgy nyíregyházi színekben, őnek is sikerült megnyerni ezt a mérkőzést, ezt a versenyt. A hétvégén elkezdődnek a megyei futballbajnokságok. Vaka Árpáddal, az MLS megyei igazgatójával a rajtelőti legfontosabb tudnivalókról beszélgettünk. A 2017-18-as szezon most augusztus második hétvégén rajtol, méghozzá 123 csapattal, 3 osztályban. Ugye van egy 16 fős megyei első osztályunk, 3x16 fős megyei másodosztályunk, és 4 megyei harmadosztályunk, ahol vagy 15 vagy 16 csapat szerepel a bajnokságban. Most kivételesen egyszerre indulnak a pontvadászataink, és hát bízunk benne, hogy minden rendben fog lezajlani. Gőzerővel dolgoznak a kollégáim a játékengedélyek és az igazolások kiadásában, az IFA rendszeren keresztül ugye elektronikusan is meg tudják most már kérni a csapatvezetők ezeket az engedélyeket, illetve igazolásokat. Ez azért nagy segítség a számukra és a számunkra is, és biztos vagyok benne, hogy maradéktalanul el fogunk tudni indulni most hétvégén, minden pályán megkezdődik majd a megyei bajnoki rajt. Az átigazolási időszak viszont még tart, hiszen ha jól olvastam, azért vannak csapatok, amiknek szinte nulláról kell építkezni, illetve a csapatokra visszatérve vannak olyan csapatok, amelyek nem is tudtak elindulni, nagy kiesés jelentenek például a megyei másodosztályból. Az elmúlt évekhez hasonlóan sajnos mindig van olyan csapat, aki az előző szezont, ahogy befejezi, a következőben nem nevez, viszont mindig vannak új belépőink. Ez most sincs másképp. Annyi változás volt, hogy most egy picivel több csapat lépett vissza, és kevesebb volt az új együttes, így a tavalyi évhez képest 4 egyesülettel kevesebben indultunk most el, illetve hát olyan nagy hagyományokkal rendelkező sportegyesületek nem neveztek most egyik osztályba se, akik azért az elmúlt évtizedekben meghatározták a megyei, meg az NB-s labdarúgás, például ilyen az Záhony,
milyen a Szakoly csapata, milyen a PAP együttese, akik nem neveztek, akik azért azt mondom, hogy nagy vérveszteségnek bizonyulnak, hiszen ők a megyei másodosztályból léptek vissza. Meddig tart az őszi forduló majd? Az őszi forduló november végéig tart, és hát ugye az előbb kérdezte, az átigazolási időszak pedig augusztus 31-ig, tehát addig még lehet csapatot váltani, de már csak úgy, hogyha az átadó klub is beleegyezik, aláírja és elengedi a labdarúgóját. Ugye július hónapban volt az, hogy lenyilatkozhatta a labdarúgó, hogy nem kíván X csapatban futballozni, ez most már megszűnt, augusztusban már csak az átadó klub beleegyezésével lehet eligazolni. A Magyar Kupa második fordulója is hamarosan kezdődik, hiszen ugye a múlt héten a kiemeltéknek megfelelően három párosításban játszottak mérkőzést a Magyar Kupában, most pedig már 16 pár fog mérkőzni, tehát 32 csapat fog pályára lépni augusztus 16-a szerdán, aztán a fennmaradó 16 majd augusztus 30-án, és végül a fennmaradó 8 fog majd szeptember első szerdáján, szeptember 7-én játszani, és onnan a négy győztes pedig az országos főtáblára jut, úgyhogy ott is beindul a rajt. A futsal pályák sem maradnak üresen, ott, ha jól tudom, még nevezni lehet a következő szezonra. Igen, a futsal régiós felnőtt bajnokságunkban a nevezési határidő már lejárt, ott már tudjuk, hogy 12 csapatunk lesz, azért régiós, mert Hajdú, Borsod és Szabolcs megyéből tevődnek össze a csapatok, most megyei bajnokságot nem írtunk ki, ugyanis az MLS azt kérte, hogy az MB2-t segítve úgynevezett régiós bajnokságokat írjunk ki, minket bízott meg a szervezésével, hiszen az elmúlt 4 évben a megyei felnőtt bajnokságunk az nagyon jól működött, ennek megfelelően sikerült egy 12-13 fős felnőtt bajnokságot kiírni, az is szeptember végén rajtól, és az utánpótlás bajnokságokra az U17 és az U20-ra még lehet nevezni 2 hétig, augusztus közepéig, úgyhogy érdemes beadni a nevezéseket, akik úgy gondolják, hogy meg szeretnék mérettetni magukat. A téli szezonban pedig, a téli szünetben, januárban, februárban pedig továbbra is a hagyománynak megfelelően az U9, U11 és U13-as korosztályba is ki fogjuk írni a futsal tornákat. A női bajnokságokat érintve mit lehet róluk tudni? Nagy szívfájdalmunk, hogy a női felnőtt bajnokságunk hát több mint 10 év után most nem indul el, ugyanis 3 csapat adta be a megyei bajnokságra a nevezését, mert több egyesületünk, megyei egyesületünk is magasabb szinten méretteti meg magát, ennek örülünk, annak viszont nem, hogy ennek a kára az, és a hatása az, hogy a megyei felnőtt bajnokságot nem tudjuk kiírni, viszont ami örömteli női fronton, hogy a leány U15-ös bajnokságban dupla annyian jelentkeztek, mint tavaly, tehát ez azt jelenti, hogy a női futballnak a bázisa, a gyerekek, 13-14-15 éves lányok sokkal több futballoznak és sokkal többen lesznek, mint tavaly. A pontos lebonyolítás pedig a napokon belül kiderül, hogy most itt több mint 10 csapattal hogy fog tudni ezt megoldani. Megfiatalított kerettel készül a szezonra a nyírbátori asztali tenisz csapat. A munkát vendégedzők is segítik, augusztus 14-én pedig nemzetközi edzőtábor kezdődik Nyírbátorban. 2 hét volt az, amit teljes pihenéssel töltöttek a gyerekek, akkor be se lehetett jönni a terembe, direkt szerettünk volna egy labdaéjséget náluk elérni, ami többé-kevésbé sikerült, és úgy érzem. Egyébként napi 2 edzéssel megyünk délelőtt, 2,5 óra, délután 2,5 óra, és ebbe benne tartozik a kondíciótréning, az elméleti képzés és a szakmai képzés is. A két legnevesebb utánpótláskorú játékos, Tüldes Dorottya és Molnár Dávid jelenleg a pihenőjét töltik, a portugáliai korosztály és evén szerepeltek, hogyan? Mind a ketten a várakozásnak megfelelően szerepeltek, tekintve azt, hogy még mind a ketten nagyon fiatalok a korcsoportjukba. Vérmestreményeink nem voltak, hogy komoly eredményeket fognak produkálni, inkább a rutinszerzés volt a cél, hiszen ők még a következő korosztályokban is, és a következő években is még ebben a korcsoportban fognak versenyezni, és most azért volt szükség az ő részvételükre, hogy jövőre már lényegesen nagyobb rutinnal felvérkezve juthassanak el egy Európa-bajnokságra, és minden reményünk megvan arra, hogy jövő évben is legalább 2 fogják képviselni a Nyírbátor utánpótlás edzésközpontot. Itt Nyírbátorban megszokott, hogy egy-egy időszakban egy-egy vendégedző vezényli a tréningeket. Miért van erre szükség? Ez azért van szükség, mert a szakmai munkát mindenképpen szeretnénk színesíteni, valamint nyilván mindenkinek szükség van egy kis szabadságra, és tekintve azt, hogy mi egész nyáron dolgozunk, ezért azokat a régi játékosokat, akik már hagyományosan sok időt eltöltöttek az elmúlt időszakban Nyírbátorban, rendszeresen meg szoktuk hívni, hogy tartsanak edzést a mi gyerekeinknek, és ők jellemzően nagyon szívesen meg is tették, nagyon szeretnek Nyírbátorba jönni,
egyrészt a körülmények miatt, másrészt pedig a tehetséges gyerekek azért az ő számukra is egy kihívást jelentenek, hogy az ő munkájuk is benne legyen abba, hogy egy versenyzőt mi válogatott szintre nevelünk, és ők is büszkén mondogatják a edző kollégáiknak, vagy a versenyző társaiknak, hogy bizony ez a gyereked, én is hozzátettem a magam tégláját. Eddig sokszor esett a fiatalokról, ha minden igaz, nagyon fiatal lesz majd az NB1-es csapat is. Milyen célokkal vág majd neki a bajnokságnak? Igen, most ebbe az évben tovább fiatalítjuk a csapatunkat. Egy 15 éves, egy 16 éves, egy 18 éves, és már a veteránnak számító Bánhidi Emil lesz az, aki összefogja ezt a három fiatalt. Én azt gondolom, hogy a középmezőny első felébe fogunk végezni ezzel a játékos állománnyal is, hiszen ezek a gyerekek napi szinten dolgoznak nagyon keményen azért, hogy a körosztályos válogatott tagjai lehessenek, és ismerve a többi csapatnak az igazolását, azt gondolom, hogy ugye a negyedik, legrosszabb esetben az ötödik helyre várom ezt a csapatot. Nyilvánvalóan megszokott, hogy egy-egy periódusra vendégezőket kérve fel azért, hogy minél több impulzus érve gyerekeket. Daru Zsolt nem erőszer van itt a nyilvánvalói edzés. Szerintem milyen benyomásokat szereztél? Nagyon lézem itt ennél a csapatnál magam. Idén már másodszor lettem meghívva. Heti 5 edzés, napi délelőtt délután 2 órába végezzük el, és próbálunk a gyerekeket minél több gyakorlatot megmutatni nekik, és elsajátítsák ezt a pingpongot. Mennyire fogékonyak a gyerekek az új dolgokra? Hál' Istennek nem panaszkodhatunk, egyre több gyerek jön ide és próbálkozik. Próbálunk minél többet kihozni belőlük, kisebb-nagyobb sikerekkel. Augusztus 14-től lesz itt egy nemzetközi edzőtábor, elképzelhető, hogy szerepet válasz benne? Remélhetőleg igen, itt leszek, és augusztus 14-től van egy nemzetközi Jola edzőtábor, ahol külföldről is nagyon sok játékos fog részt venni. Sokat a megyéből is nagyon sok gyereket várunk ide, és szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének. Egyébként mit kell tudni róla, amikor nem nyilvántartom, vagy hol foglalkozz a pingponggal? Én extraliga játékos vagyok, Csákváron játszok. Jelenleg mellette főállású dolgozó is vagyok, és besegítek néha itt a nyírmátori gyerekeknek, a Csekő Sanyi bácsinak. Új edzővel, Márton Istvánnal és a korábbi szövetségi kapitány Csank János szakmai tanácsára támaszkodva készül a bajnokságra a Tarpai futballcsapat. Az újon szélja a biztos bennmaradás kiharcolása. Július 6-án kezdtük a felkészülést, az első héten még csak 2 rávezető edzéssel, a következő héten már minden nap találkoztunk a csapattal, a harmadik héten pedig bentlakásos 2 edzéssel történő edzőtáboron vettek részt a játékosok. A tavalyi keretből mindenki maradt, senki nem jelezte a távozási szándékát, pont ezért, és a másik indok, hogy az U19-es csapatunkból is sok tehetség jött ki, ezért megye 3-as csapatot is indítunk a megye 1 mellett, hogy ne kelljen senkinek megköszönni az eddigi munkáját. Vannak-e új játékosok? Igen, 2 új játékos az, aki már aláírt hozzánk, Illés Gyula Nyírbátorból, aki már a rossz nyelvekkel ellentétben nem a pénzét jött számolgatni Tarpára, hanem azért, hogy a jövőre gondoljon, 35 évesen el tudja kezdeni az edzősködést. Másik új játékosunk Dávid Robi, a másik megye 2-es csoportnak a gólkirálya. Megegyeztünk még egy belső védővel is, de hát ismerve már a játékosokat nem kellett csalódnom, hogy volt olyan játékos, akinek kevés volt az adott szó. Sajnos így róla lemaradtunk, de ami ettől fájóbb, hogy másokról is lemaradtunk miatt, amivel nem terveztünk más emberrel. A legnagyobb igazolás talán mégis Csank János, a volt szövetségi kapitány, aki szaktanácsadóként segíti majd a munkát, az hogy került ő Tarpára, és miben tud segíteni? Igen, hát azt gondolom, hogy Csank mester nagyon sok mindenkinek, sőt szerintem mindenkinek tudna újat és jót mondani. Ő egy akkora tekintély, akivel azt gondolom, hogy megtiszteltetés együtt dolgozni. Nagyon sokat segít az észrevételeivel, ha kérdezek tőle bármikor, bármiben, áll rendelkezésre, a tanácsait nagyon jó meghallgatni, játékosok is odafigyelnek rá. Az pedig, hogy hogy került Tarpára, ez kicsit talán véletlen is ez a dolog, hogy ez még télen kezdődött a sportbában, amikor meg akartunk hívni egy nevesebb vendéget. Ő akkor is egyből
rendelkezésünkre, hát eljött és nagyon közvetlen volt mindenkivel. Aztán, mikor a Kárpátalja válogatottal mentünk Ciprusra, és a polgármesterünk Szécsi Szabolcs felkérte, hogy vállalja el a válogatottnak az irányítását, első szóra vállalta, és ott Cipruson, amikor egy hetet együtt töltöttünk vele, polgármester úrral, elnök úrral, akkor merült fel az először komolyabban, hogy munkát vállalhatna nálunk, ami utána szerencsére sikerült is. Milyen körülmények között tudtuk dolgozni, milyenek a feltételek, és mennyire lehet támaszkodni, ha nem is most, hanem távlatilag az ottani akadémiára? Én azt gondolom, hogy a körülményekre nem lehet panasz. Az MB3-os licencnek is megfelelnénk. Ami nehézséget okoz most a nyári felkészülés folyamán, az az, hogy a pályánkat felújítják, teljesen új talajt kap, öntözőrendszert, gyepszőnyeget fognak leteríteni, ezért most nyáron vagy albérletbe kényszerülünk az edzésekre, vagy van egy kisebb edzőpályánk, amit használni tudunk, vagy akár a műfűves pályánkat is. Azt gondolom, hogy ezt azért minden csapat megirigyelni, műfűves pályánk világítással rendelkezik, fedett lelátónk van, ami most épül füves pályánk, azon is világítás lesz, tehát azt gondolom, hogy irigylésre méltó körülmények között dolgozhatunk, és egyre inkább jönnek ki a tehetségek az akadémiánkról, amellett, hogy most is a 8. korosztályból 6 ember ment el Debrecenbe és Nyíregyházára, amellett mindig ott maradnak a srácok, mindig vannak, akik nálunk folytatják, ezért is fontos, hogy már most nyáron többen velünk tudták elkezdeni a felkészülést, 2-17 éves srác folyamatosan játszik a felkészülési mérkőzéseken. Hogy néz ki a program a bajnoki rajtig, és hová lehet így előzetesen belőni a Tarpáta megyei első osztály mezőnyében? Augusztus 5-én még egy kupameccsel hangolunk a tavalyi bajnok Balkány elleni nyitómérkőzésre. Van egy kuriózum, amit lehet, hogy a megyében az új lenne a csapatoknak, viszont tavasszal az utolsó két fordulót azt úgy játszottuk le hazai pályán, és jelentősen növekedett a nézőszám. A péntek este 7-kor szeretnénk játszani a hazai meccseinket, amihez elvileg majd szükség lesz az ellenfelek beleegyezésére is, de én azt gondolom, hogy az ellenfél játékosainak is egy olyan élmény az este 7-kor játszani, és 2-3-szor annyi néző előtt, mint egy rosszabb hangulatú szombat vagy vasárnap délutáni meccsen, hogy én bízom benne, hogy ebben minden csapat partner lesz, és akkor ez a cél, hogy minél több néző előtt, minél jobban szerepeljünk, és maradjunk bent úgy biztosan első évben a nagyon fiatal, átlag életkorú csapatunk a megyei első osztályban, hogy arra lehessen majd a következő évben alapozni. Új alapokra helyezve, új férfi kézilabda csapat épül Nyírbátorban. A Csapos János által irányított együttes célja az, hogy 2 éven belül visszakerüljön majd az NB1B-be. Hosszú volt ez a kihagyás. Megkeresést kaptam, hogy újra szerepet vállalnék ebben a munkában. Örömmel, hát különböző egyeztetések után örömmel mondtam igent az új feladatra. Úgy gondolom, hogy egy olyan feladat előtt állunk, amit képes megoldani a csapat is, én is, az új felállású klub is. A régmúltra egy picit visszatekintve, főleg az időszakot emelném ki, amikor 12 évet vezetőként töltöttem el a klub élén, amiből 4 év volt az NB1B-s szereplésünk. Ebből Nyírbátor mindenidők legjobb, legmagasabb osztályában szerzett 5. hely az, amire büszke vagyok. Volt egy 6. helyünk is, volt egy 8. helyünk is, aztán az utolsó, a 4. év az anyagi források hiánya miatt az gyakorlatilag az ifi csapat szerepeltetésével kiestünk az NB1B-ből. Most milyen alapokon kezditek el a munkát, milyen háttérrel és milyen célokkal? Nagy ambícióval, ez az első, amit kiemelnék. A cél ugye az, hogy újra fölépítsük az egész rendszert. Az utánpótlás csapatoktól kezdve a felnőtt csapatnak az eredménye szereplése a cél. Nem feltétlenül az a célunk, hogy az első évben itt bajnokságot nyerjen a csapat, hogyha a realitások talaján maradunk, ez nem is reális. De az, hogy a minél jobb szereplés és az első 5 hely valamelyikének a megszerzése, ez úgy gondolom reális célkitűzésünk. Amit úgy szeretnénk elérni, hogy újra minél nagyobb számban fölépítsük az utánpótlás, a szivacstól az ifjúsági, illetve a serdülétve az ifjúsági csapaton keresztül, és
Még azt szeretném elmondani, hogy ez elég nehéz feladat lesz, mert gyakorlatilag ugye az új felállással mindent újra kell építeni, kezdeni, de reméljük, hogy egy év múlva már sikeres időszakra fogok tudni beszámolni. Hol lesz a csapat otthona? A csapat otthona a Nyírbátori Oktatási Centrumban lesz, akivel együttműködési szerződést is, igazgatójával, Germán Lászlóval együttműködési szerződést is kötöttünk, plusz együttműködési szerződést kötöttünk a gimnáziummal is, utánpótlás nevelés versenyeztetéssel kapcsolatosan. Egy kicsit előre tekintünk, mik a távlati célok? A távlati célok azok az ember hiúságát is ez legyezgeti, nem lehet más, mint időpontot nem mondok, de visszajutás az NB1B-be. Úgy gondolom, hogy ez a város megérdemli, aki most is mellé állt az újonnan induló bajnokságban a csapat mellé. Azt, hogy ezt melyik évben, ezt hadd ne válaszoljak erre, de azon vagyunk, hogy ez minél hamarabb létrejöjjön. Már csak azért is, mert távlati célban itt a csarnok felépítését, amire a város megpályázta egy multifunkciós, dupla pályás csarnok felépítését, az szép dolog lenne, hogyha mire a csarnok felépül, akkor egy új NB1B-s csapatnak adhatna otthont. A héten elkezdő a felkészülés a Nyírbátori kézilabda csapat új edzőcsapos János irányításával. Nagyjából lehetem el tudni, hogy milyen kerettel vágtok nekem munkának. Azt hiszem, gondolom, már biztosan tudod, hogy milyen felkészülést tervezel. A keret nagy részét a helybeli játékosok fogják alkotni, és több játékossal vagyunk tárgyalásban, amelyek a héten fognak realizálódni. A felkészülés természetesen kész van, az első két hétben napközis turnusban napi két edzéssel fogunk készülni, utána a napi egy edzéssel folytatjuk tovább, és az iskolai időszakban, ugye szeptembertől pedig heti négy edzéssel fogunk tovább haladni. Ugyan talán még korai a kérdés, mire lehet képes ez a csapat az NB2, ugye tavaly egy osztály magasabban szerepelt a Nyírvától, de azért az NB2-es bajnokság sem mondható gyengének. Nem szeretnék tippelni. Az igazság az, hogy nem ismerem most ezt az NB2-es mezőnyt úgy, mint egy pár évvel ezelőtt. Szerintem a játékos állományunk azért ki fog cserélődni. Középmezőny talán a felsőház végére várom a csapatot. Ennyi fért a Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.